A jelen helyzetben hogyan tudnak sportolni a Györffy István Katolikus Általános Iskolában? Erről Kardosné Szilágyi Anikó testnevelőt kérdeztük. Testnevelés órán kívüli délutáni sportfoglalkozásokat nem szerveztek a gyermekek egészségének védelme érdekében. Ha a helyzet változik, szeretnék a diákjaikat a versenyekbe bekapcsolni. Mi testnevelés órán kívül délutáni sportfoglalkozásokat nem szerveztünk, nem neveztünk versenyekre, hiszen nem is volt. Én azt gondolom, hogy a gyermekek egészségének a védelme az a legfontosabb most ebben a helyzetben. De iskolánk a tanulmányi munka mellett nagyon nagy gondot fordít a sportra, és amint a járványügyi helyzet pozitív irányba változik, nagyon-nagyon szeretnénk a diákolimpiai versenyekbe bekapcsolódni, minden olyan versenybe bekapcsolódni, ahol lehetőséget tudunk teremteni a gyerekeknek a versenyzésre és a sikerek elérésére. Most a felkészítésre a mindennapos testnevelés oktatásban van lehetőség. Mindennapos testnevelés oktatás van, ezért testnevelés órán készülünk ezekre a versenyekre. És én azt gondolom, hogy a mi iskolánkban a versenysport helyett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidős sportra is. Igyekszünk a gyerekeknek olyan lehetőségeket teremteni, ami a szabadidő sportban is meg tudják mutatni magukat. Terveznek biciklitúrát a gyerekeknek a Tiszató körül, valamint sportnapot. A testnevelés órán a differenciálást alkalmazzák, és így készülnek a versenyekre. A KSE szakosztályainak edzései elindultak, így a sportoló gyerekek járnak edzésekre, de az iskolában még a délutáni sportfoglalkozások nem indultak el. A testnevelés órán a differenciálást mindenképpen alkalmazzuk, és készülünk a versenyekre, de ezek a gyerekek már most tudnak járni edzésekre is, tehát az iskolán belül nem tudjuk még a délutáni sportfoglalkozást megtartani, de a gyerekek járnak edzésekre, a Karcagi Sportegyesület különböző szakosztályaiba. Várják a versenyfolytatást atlétikában, mezei futóversenyben, és szeretnének részt venni diákolimpiai versenyekben, megpróbálnák a játékos sorversenyt is. Atlétikában nagyon szeretnénk folytatni a versenyeket, a mezei futóverseny maradt félbe, sportjátékokban szeretnénk részt venni diákolimpiai versenyekben, szeretnénk megpróbálni a játékos sorversenyt az alsó tagozaton, úgyhogy vannak terveink, reméljük, hogy sikerül őket megvalósítani a következő tanévben. Nagyon szeretnénk kihasználni a szabadtér adta lehetőségeket, atlétikából szeretnénk majd kijutni a Ligetúti sporttelepre és ott készülni a gyerekekkel. Itt a műfüves pályán is tudunk készülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden feltételünk adott ahhoz, hogy versenyezzünk, felkészüljünk a versenyekre, és esetleg jó eredményeket érjünk el. Nagyon szeretnénk minél több gyereket és a szülőket is bevonni ezekbe a rendezvényekbe. Én úgy gondolom, hogy a sport, a mozgás, az nagyon fontos a gyerekek számára, a gyerekek személyiségét fejleszti. Ezáltal én úgy gondolom, és tudományok bizonyítják, hogy javul a tanulmányi eredményük, és én azt gondolom, hogy a tanulás mellett a sport az nagyon-nagyon fontos a gyerekek életében. A sport, a mozgás nagyon fontos a gyerekek számára, a személyiségét fejleszti, javul a tanulmányi eredményük is. Az iskola diákjai közül a birkózók, a kosarasok és a focisták hoztak el szép eredményeket a bajnokságokról, és várják a folytatást.